Fiatalok a képeken, akiknek most figyelniük kell egy fontos határidőre, ha szeptembertől már nem járnak iskolába. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságukat érinti ez, mondja a Baranyai NAV sajtóreferense. Egészségügyi szolgáltatási járulékot akkor kell fizetni, hogyha az adózónak megszűnik a munkaviszonya, a nappali tagozatos diák hallgató elvégzi az iskolát, és a diák igazolványának érvényessége megszűnik, és nem sikerül elhelyezkednie, valamint az adózó egyéb jogon nem jogosult egészségügyi ellátásra, és nem rászoruló. Türelmi időt biztosít azonban a törvény a végzett diákoknak, de a határidő lejárta után azonnal életbe lép a fizetési kötelezettség. A diákok esetén a 45 napos türelmi szabályt kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az iskola elvégzését követően október végével lejár a diákigazolvány érvényessége, és ezután még 45 napig jogosult a diák egészségügyi ellátásra, azaz december 15-éig. 16-ától kell fizetnie ezt a kötelezettséget egészen addig, míg nem sikerül például elhelyezkednie, vagy pedig egyéb jogon nem szerez jogosultságot egészségügyi ellátásra. Alapesetben a fiatalok értesítést kapnak arról, hogy fizetniük kell ezt a járulékot. Az egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettséget az adóhivatal automatikusan írja elő a NE akadat szolgáltatása alapján. Abban az esetben, hogyha ez az előírás mégsem történik meg, akkor a T10-11 UL nevezésű nyomtatványon lehet bejelentkezni erre a kötelezettségre, akár online is. Ezt a kötelezettséget havonta kell fizetni a tárgyhót követő hónap 12-éig. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 11.300 forint havonta. Tört hónap esetén napi díjjal számolnak. A járulékot csekken, átutalással vagy elektronikus módon lehet fizetni. Azonban fontos, hogy az érintettek a közlemény rovatban feltüntessék az adó azonosító jelüket.